Sziasztok! Jó reggelt mindenkinek! Kicsit ma megnéztem ezt az alkalmazást, ami ugye a Twitch mobil alkalmazásban elérhető közvetítési mód, ami még béta. Ha elkattintunk, ahogy látjátok, megjelenik az, hogy ki mióta követ. Úgy értem az utolsó követők, és van chat is. Itt le lehet némítani, igen, mikrofon le lehet némítani. Ez itt a chat, szóval látom a chatet is, és elméletileg vannak beállítások is, ami nekem kicsit furcsa így, mert ugye ez az alkalmazás úgy működik, hogy magát a képernyőt veszi fel, közvetíti. És most gondolom ilyen alapbeállítások vannak csak, amit ugye bárki láthat, de ezért furcsa. Az, hogy látjátok, az utolsó, aki követ, az Szabi 0089, elmondom nektek, az én vagyok. Most hoztam létre egy új fiókot, és bekövettem magam pont az miatt, mert nem látom magát a streamet. Ugye, azt nem látom. Így, ha mobiljátékkal játszok, és úgy voltam vele, hogy azért jó lenne azt is látni. És ez miatt létrehoztam egy új másik fiókot is, viszont ugye a Twitch alkalmazásban csak úgy lehet belépni, hogyha van valakinek, akkor adja. Szóval ez miatt hoztam létre ezt, és már látom is, és ahogy látom, hang is van, mert itt szól a másik telefonon, ez a szupi minden. És akkor most megnézem azt is, hogy hogy vannak a dolgok. Mert igazából én azt se láttam eddig, fiúk, lányok, hogy esetleg van valami pontrendszer, vagy valami. De bár ugye nálam semmilyen extra nincsen. De látom, nem ilyen látom olyan, nem látok olyat, hogy lenne, na mindegy. A lényeg az, hogy ez így működik, hogy magát a képernyőt veszi föl. Ez az alkalmazás is közvetíti is. És eléggé jó, ha azt nézzük, mert mobiljátékokat lehet így. Ugye ez a Twitch alkalmazás, ez a mobil alkalmazás, ez ugye magába oldozza, mondjuk úgy, hogy az OBS-t is, ami ugye a PC-s verzióhoz van. Én viszont... Na, még kicsit néznem kell. Szerintem lesznek ilyenek is, mivel... itt kamera nincs, ugye? Viszont emléte nincs kamera. Most nem tudom, most megnézem? Nézzük meg. Aha, ennyi, oké. Aha, mutatja, hogy látjátok a hangerőt. Oké. Szóval ennyi jelenleg a beállítás, oké. Szóval semmi olyan nagy dolog, ami esetleg kiderülhetne. Jó, ezt is tudjuk. Viszont... Igen, nálam ilyen pontgyűjtés, ahogy látom, nincsen, mert ugye semmi sincsen letöltve pluszba. Mert most én úgy ugye nézem a dolgokat, de nincs. Mindegy. A lényeg az, hogy ez is egy jó dolog, mert nem kell semmilyen konvertáló eszköz, szoftver, hogy Androidos játékokat ugye PC-n lehessen közvetíteni, vagy egyáltalán lehessen közvetíteni. Meg ahogy most is éppen még benn vagyok az ágyban, mivel délutános vagyok, azaz egy tök jó nyugis lehetőség. Lehet enni miközben, mobiljáték egy kézzel működik minden. Szóval akkor most belenézzünk ebbe egy picikét, mert lassan ebédelni kell, bocsi. És utána meg ugye munka van. Na nézzük ezt a szépséget. Köszönöm, hogy megnéztétek!
ismét csak próbálok. Ja, bár ha azt nézzük, hogy elég messze tartom a telefon tőlem, a fejemtől, ugye a telefon mikrofonja veszi fel a hangokat. Szóval az is lehet, hogy azért vagyok kicsit halk. Na nézzük. De ez is még csak ilyen próba hirtelen, hogy belenézzük, hogy hogy működik ez. Ez a legjobb pak, szerintem több mint 2 éve nem játszottam az eljátékkal. Összegyűjtünk minden. Ez 15 éve szintű vagyok. És még csak ilyen pár percos Steam lesz. Látjátok a képernyőn azokat a kis felvilágásokat? Az a kezem. Oda nyúlok. Ez mind az, hogy tudjuk a karaktert fejleszteni. Látom azért bőtöket a dolgok. Na, mi is sünk egyet, én azt mondom. Mit van napon? Hát, szerintem az első a legjobb. Ó, ez napi egy ingyenes. Ez kalaptunk. Na. Hú, de gombasztó, ezt én szerintem feltek még jelentet, már nem is voltam olyan.
Én már mennyit végigvittem annak. A kofiom megvan, a szinten megvan, de ezért az nincs meg. Vagy nem jó helyen vagyok? Ezek az elmentek, amik most vannak, akkor lehet különböző dolgokat szerezni. Store, Pokémon Store. Igen, na, ez az. Ja, megvannak. Ez mind megvan, oké. Okay. Na, ez van. Akkor kibővült a játék. Oké. Okay. Akkor nézzük meg ezt a Dragon Ball Store-t. Egyet megnézzünk, aztán mi. Na, legyen nehéz. És hozzá tudunk annyi egy ismerőst is. És azt nem tudom, hogy a hang. Ezt lehetik az alapból, többet így kivel kell a hang, hogy halljátok. És előzni. A gonoszság. Jobb beszéd volt a játékban, ez megvan. És ez egy pálya, ez egy rövid kapálya. Itt van az, hogy mennyit tudunk lépni, mi választhatjuk ki. Vannak nyelmények, van támadások, itt támadnak minket. Szóval szerintem ilyen hétköznap azért elég hulla vagyok. Valószínű, hogy a PC-se játékok helyett lehet, hogy mobil játékokat fogunk nézni. Azért jobb ágyból játszani. És ez bármikor elérhető. Így mit tudtuk beszélni? Csak az ilyen mobil alkalmazásoknál ugye magát a képernyő van kivetítve, rögzítve, szóval ilyenkor nincs bevezető videó, nincsen utó videó, meg semmi. Csak maga a játék. Az első szuper csillagharcos. Ezt is ebben eszkippelném, mert ebben a játékban is annyit bírtak pofázni. Ezzel megy el a játék többsége. Tudjátok mit? Megy az idő. Lassan a végig. Utána a munka. Jól emlékszem, ugye
színe szín van, szóval ő az első világval a legjobb, vagy hogy mondjam. Hogy ugye lehet én változtatni, szóval mindegyikből ad a másiknak a különbséget. Ő aztán kék. Ő lila. A lilánk az nincs. Oké, legyen zöld. A zöld sincs. Így játok. Veszük hangon, mert szerintem kurva most. Barátok listáján. Le, itt vannak. Megvannak mind. 276-os szint, 260. Mikor játszott utoljába az meg? 966 napja. Jézusom! Ezek szerint mindenki bajta a játékot? 1300 két napja nem játszott. Na jó, akkor ez lett volna, ezt majd megnézem. Hogy ez milyen lett ez a videó. De azért, ahogy látom, vannak újdonságok a játékban. Na, ennyi lenne, fiúk, lányok. Mentek egyet. Pillanat. Dragon Ball Z, Dokkan Battle! Szóval, nagyon szép napotok, sziasztok!